Szigorú kritériumrendszernek kell megfelelni azoknak a szórakozó helyeknek, amelyek nyitva akarnak maradni éjfél után is a Buli negyedben, írta meg elsőként a Népszava. Elfogadták ugyanis a belső erzsébetvárosi döntés előkészítő munkacsoport tagjai azt a javaslatot, amelyben benne vannak a feltételek és a szankciók is. Ilyen belső erzsébetváros nem sokkal éjfél előtt. Nem ritka, hogy a bulizók csak hajnalban mennek haza. Ez nyilván jó a turizmusnak, a lakók viszont szenvednek. Volt emiatt már tüntetés, meg népszavazás is, de egészen mostanáig változás nem történt. Most viszont elfogadták a belső erzsébetvárosi döntés előkészítő munkacsoport tagjai azt a javaslatcsomagot, amelyet a helyzet rendezésére dolgoztak ki. A fő szabály az éjféli záróra lesz. Elég széles az a spektrum, amiben mozogtunk. Ennek mindegyiknek egy-egy kritérium pontja meg van határozva, és ha összességben mindennek megfelel valaki, akkor tarthat éjfélen túl nyitva. Mire számítanak, hogy hány szórakozó hely fog megfelelni ezeknek a kritériumoknak? Hát mivel objektív a kritériumrendszer, szerintem ezt az idő el fogja dönteni. Lesz egy türelmi idő, amikor teljesíteniük kell, ugyanis ugye kétféle dologról beszélünk, hogyha a kritériumokat nézzük. Egyrésztről van olyan, ami fajta tehát beruházás, befektetést igényel a szórakozóhelyek részéről, például egy zsilipes beléptető rendszernek, vagy egy csúcslimitának a kiépítése, és van olyan, amiről egyelőre csak nyilatkozniuk kell, és az ellenőrzés során fog kiderülni, hogy megfelelőképpen járnak el. Bizonyára vannak benne pozitív részek, de a probléma gyökerét, a középosztály elvándorlását, a zaj problémákat az utcán ez nem orvosolja, mondta az Élhető Erzsébetváros képviselője. Itt elsősorban az egységes szabályozás lett volna az, ami előnyt élvezett volna szerintem a belső erzsébetvárosi lakók szemében. Arról nem is beszélve, hogy nem tartom kellő mértékűnek a szigort, hiszen az elmondásból én azt láttam, hogy először figyelmeztetést kapnak, aztán pénzbírságot, aztán majd egy hosszú hétvégére bezárják őket, és aztán esetleg megvonják tőlük a hosszabb nyitvatartás lehetőségét. Azt tud igazi megoldást hozni, ha a munkacsoport munkája intézményesül és folytatódik. Ez már a Budapest Északai Nagykövetség szóvívőinek a véleménye, aki szerint fontos lenne az is, hogy majd vissza lehessen nézni azt, hogy az ötletcsomag mennyit javít vagy mennyit ront. Lehet, hogy vannak olyan elemek nagyon jók, hogy benne vannak, és ténylegesen javítanak, de lehet, hogy lesznek olyan elemek ebből az ötletcsomagból, amik igazából csak plusz teher, és nem is lehet ellenőrizni jól, vagy nem igazán éri el a célját, azokat pedig majd reméljük, hogy tudjuk iterálni, és kikerülnek, és majd finom hangolódnak. Legközelebb március 18-án lesz testületi ülés, amikor elfogadhatják a rendeletet.